Mai videóban folytatjuk a BIOS tutoriál sorozatot, és még mindig a főoldalon, azaz az Extreme Tweakeren vagyunk, de annak alkönyvtárainak beállításain megyünk ma tovább. Essünk is neki. DRAM Timing Control. Itt található az összes fő és alidőzítés és mindenféle RAM-mal kapcsolatos beállítás is, nem úgy, mint a Gigabyte alaplapokon, ahol még három könyvtárral arrébb is találunk RAM időzítéssel vagy RAM-mal kapcsolatos dolgokat. Itt egyben megkapjuk mindent. Na de mindegy. Ahogy látod, egyedül a főidőzítések vannak teljes névvel ellátva, minden alidőzítés pedig egy T-vel kezdődik, mivel ezek mind-mind idővel kapcsolatos dolgok, és a mértékegységük a nanoszekundum. De ciklusidő egységek meghatározhatóak. Ezekre bővebben kitérünk majd a RAM tuningolós videóban, de arra várni kell még egy darabig, mert azt nagyon nehéz lesz érthetően megcsinálnom, ráadásul úgy, hogy az követhető legyen, mert rendkívül bonyolult a RAM-ok belövése. És addig nem adok ki videót, amíg nem vagyok teljesen elégedett vele. Amikor RAM-okat veszel a dobozra írva, láthatsz olyat, hogy 14, 14, 14, 34. Ez sokszor megtévesztő lehet valakinek, aki manuálisan szeretné ezeket az értékeket megadni a BIOS-ban, mert a második 14-es abban a sorban magában foglalja az írás és olvasási időzítési értékeket is, amit a BIOS-ban viszont külön kell megadnunk. A TRC előtt látott 5 érték a fő időzítések listája, és a RAM-on szereplő dolgokat a következőképp kell megadni. 14, 14, 14, 14, és aztán a 34. Az alidőzítések alatt közvetlen találjuk a PROC ODT-t, Processor On Die Termination, azaz a közvetlen processzor chipen történő jel megsemmisítés ennek a feladata. Ezekből többet is fogunk találni, még lejjebb, azért van rájuk szükség, mert amikor egy töltés magában hordozza a szállítandó információt, és az az info célba ért, azaz elvégezte a feladatát, akkor azt a töltést, azt az üres jelet meg kell semmisíteni, különben egyre több és több kavarogna gyűlne fel ezekből a rendszerünkben, ami zajként lenne jelen, és tönkretenni a teljes adatközlést rendszeren belül. A helyes PROC ODT megadása nagyon fontos. Minden rendszerben más és más érték az, ami működni fog. Az általános szabály az AMD ajánlása szerint az az, hogy valahol 40 és 80 ohm között keressük a számunkra megfelelő értéket. Végig kell próbálni az összeset, míg meg nem találjuk azt, ami nekünk működik. Hogyha véletlen, végtelen boot loopba kerülnénk, akkor az alaplapon vagy az alaplap hátulján, vagy közvetlenül az alaplapon található Clear CMOS gombbal törőjük a BIOS-t és kezdjük előről, vagy ha ilyen gomb nem szerepel az alaplapunkon, akkor a gépet az áramból kihúzva, a gombelemet eltávolítva az alaplapból, a bekapcsoló gombot 10 másodpercig nyomva, a gombelemet visszahelyezve újra próbálkozunk ezután. Power down és gear down. Hogyha a power down opciót folyamatosan kikapcsolva tartjuk, sokat segíthet a rendszerünk stabilitásán. Ez az opció csak akkor jön képbe, ha a gép sleep módban van, vagy épp semmit nem csinál, mert ha a power down be van kapcsolva, akkor a RAM-ok ilyenkor egy alacsonyabb feszültséget kapnak. De mivel a sleep módot sosem szabad használni, és a RAM-ok eleve nem esznek sokat, ezért teljes mértékben értelmetlen ez a funkció, és emellett ha kikapcsoljuk, még a rendszerünk stabilitása is javulhat. Egyébként a RAM-ok 8-10 wattot esznek összesen, még akkor is a szarrá vannak húzva, úgyhogy egyáltalán nem kell emiatt aggódni. A Girdán mód elmagyarázása rendkívül bonyolult lenne itt, de a lényeg az az, hogy a Command Rate-hez van köze. És ha ez az opció be van kapcsolva, akkor a megadott vagy 1T vagy 2T Command Rate értékünket felülírja. Nálam a GDM letiltva 1T-s Command Rate hozta a legjobb eredményeket, de ezt mind saját magunknak ki kell tesztelni. Ha valakinek 4 RAM stickje van, akkor általában az 1T Command Rate instabilitáshoz vezethet, anélkül, hogy mélyen belenyúlna a RAM beállításaiba. Hogyha az 1T Command Rate nekünk nem működik, a 2T-t kell használni. Ez kis memória teljesítményvesztés jelent, de inkább az, mint hogy instabil legyen a rendszer és folyamatos kékhalált kapjunk. Az RTT NOM, WR és PARC. Ezek termination ellenállások, ugyanúgy, mint a PROC ODT, csak ezek közvetlenül a DRAM-on helyezkednek el. Vannak BIOS-ok, ahol ezt ilyen furcsa RZQ/1/3 opciókkal lehet meghatározni, meg vannak olyanok is, mint az enyém, ahol rendes ohm értékekkel vannak ezek feltüntetve, és kicsit egyszerűbb velük dolgozni. Viszont nagyon fontos ennek a hármasnak a kombója, mert ezek együttese hozhat stabilitást, ha csak az egyik nem stimmel a másik kettőhöz, nem fog elindulni a gépünk bizonyos RAM órajel időzítés kombók mellett. Ez is csak úgy, mint minden más RAM beállítás, rendkívül bonyolult, mivel sok opció van. Most már szerintem látjátok, hogy a RAM-mal való bíbelődés nagyon-nagyon hamar elhúzódhat, és rengeteg ideig tart, még megtaláljuk minden egyes beállításnak a kombinációját, mert itt az összes, szinte az összes beállítás hatalmas hatással van a többire is. Szóval itt a beállítások összességének kell harmóniában lenni, és ezt nagyon nehéz eltalálni. Az RTT alatt található értékek egyelőre rejtélyek a számomra, és erősen a megoldás.
dolgozom egyébként. A legendák Stilt és Elmore overclockerek, Elmore sokáig az Asusnál dolgozott, Stiltnek pedig az én BIOSomban is jelen vannak a RAM tuning presetjei. Szóval mind a ketten 1000 meg 1 milliárd éve csinálják ezt, és rekordokat döntögető overclockerek. Na már most, amikor őket megkérdezték ezeknek a funkcióknak a miértjéről, és hogy legyenek már olyan szívesek, és talán vezessenek végig egy átlagos gépfelhasználót ezeken a funkciókon, hogy azt mi is be tudjuk lőni. Ők erre azt válaszolták, hogy ne haragudjatok srácok, de ezek szakmai titkok. Úgyhogy ezeknek az értékeknek a megadása, hogyha minden itt alul szereplő érték harmóniában van a többivel, az nagyon könnyen a Ryzen-es álomhatár fölé tolhatja a memória teljesítményedet, de nekem 6 hónapja, szörnyű bevallani, de nekem 6 hónapja nem sikerült ez a dolog. Ez nem jelenti azt, hogy feladtam, csak még nem értem révbe. Ennyi fért a mai részbe. Következő részben az External DigiPlus mapa beállításait fogjuk érinteni, amik lényegében a VRM beállításainak összességét tartalmazza. Értem? Remélem mindenkinek hasznosak voltak a ma elhangzottak. Ha tetszett a mai rész, akkor kérlek jutalmazd meg egy lájkkal, esetleg egy megosztással. Iratkozz fel, hogy a jövőben egy ilyen videóról sem maradj le, és ha már arra jársz, verd szét azt a harangot is. Köszi, és szép napot!